és arc előtt kérem. Tessék. Egybe. Ja, ja. Aha. Rácsodias kérdéseket. A bruflák maflon rád szól. Ez rossz fogtok esni egy párszor. Csak birka béget, beállsz be is bégetni, vagy te leszel a pásztor. Nagyon sok gyerek jár hozzám, 70-80% általában azzal kezdi, hogy hát az osztályban csúfolnak, hogy van, hogy kiközösítenek. Én is kaptam, igen, hogy nem voltam ez a nagy szájú, nem tudom kicsoda az osztályban, aki így kiosztja a többi lányt vagy a fiút. Körülbelül 19 millió gyerek próbál meg öngyilkosságot elkövetni a bullying, vagyis az a kiközösítés csúfolás miatt. Nincs egy magyar szó erre a jelenségre. Gyakorlatilag minden nap találkozunk az iskolában a bullying jelenségével, valamilyen formában mindig megjelenik. A gúnyolódások, kiközösítések, akár az internetes bullyingnak a híre megérkezik az iskolába. Mindenkit piszkál, káromkodik, és nem lehet bele semmit csinálni. Fizikailag nem is szokott bántani embereket, csak szóval. Igazából sajnáljuk. Why does bullying continue, and why does anybody put a stop to it? Ma Magyarországon minden harmadik gyermeket érint ez a bullying fogalma, így vagy úgy, tehát vagy internetes, vagy pedig személyes formában. Én azt látom, hogy nincsen erre megfelelő sem prevenció, sem kezelés. És ezeket felírod szépen egy-egy ilyen posztitra? Rengeteget tesz azért nap mint nap, amit a mindennapi emberek nem látnak. Viszont ezeknek a gyerekeknek meg rengeteget jelent az, hogy ő ott van, segít. A te döntésed, hogy ezt negatív szavakkal, negatív posztitokkal rakjátok tele a másikat, hogy nem pozitívval. Csak azt tudom mondani, hogy beszélni kell róla. Segít az érzelmi intelligenciának a növelése. Én ezt látom eredményesnek, hogy így tudatosítani bennük, hogy ez tényleg egy létező valami, egyrészt ezzel nincsenek egyedül, másrészt elmondani nekik, hogy ez nem elfogadott dolog. Mitől lesz valaki egyéniség? Vagy pedagógusok, szülők, gyerekek nagyon nagy bizalommal fordulnak hozzá. Van egy doboz az iskolában, aminek az a célja, hogy azoknak a gyerekeknek a neveit, akikért aggódnak, tehát akiket valószínűleg csúfolnak vagy piszkálnak, azoknak a neveit bedobhatják ebbe a dobozba, és mi ezt hetenként megnézzük, hogy kik vannak ebbe a dobozba, és akkor rájuk így nagyobb figyelmet fordítunk. Annyi társadalmi probléma van, hogy ez tényleg egy apró pici szelete az, hogy most én éppen itt az anti-bullyinggal foglalkozom. Mert tényleg olyan sokrétű, tehát most a bántalmazástól elkezdve az, hogy érzelmi intelligencia fejlesztés, tehát ezer ötletem van, meg ezer lehetőség, amivel lehet segíteni.